2015-16 és mondjuk 19 között, akkor nekem nagyon sok ilyen jellegű csalódás ért, hogy pályatársakkal, szakmabeliekkel valahogy elkezdtek így mérgesek lenni, hogy még mindig sikeresek vagyunk. De és mit tudtak tenni ellened? Hát nem tudom, részegen rángattak és ordibáltak az arcomba, vagy... De miket? Hát, hogy képzelem ezt, meg ilyesmi. Vagy hogyha megléptünk mondjuk azt, hogy a generációnkból először bejelentettük a Puskás Arénát, a menedzserek torkunknak estek, a pályatársak elkezdtek furán megnyilatkozni, bántani minket, vagy... Úgyhogy visszahalljátok mindezt, hogy ennek meg is van a maga fóruma? Volt olyan, aki koncert, saját koncertjén szidott minket, úgyhogy azt hittem, hogy jó barátok vagyunk. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl, mai vendégem Marsalkó Dávid, énekes, rapper, a Halott Pénz alapítója. Pécsett született, az ottani Tudomány Egyetem közgazdaságtudományi karán szerzett diplomát. 10 évig versenyszerűen teniszezett, nem is elhanyagolható szinten, mégsem sportolóként ért a csúcsra. Zenei próbálkozásait sokáig nem koronázta siker, aztán a Halott Pénz nevű 7 tagú zenekara generációja megkerülhetetlen formációja lett, sorra döntik a különféle rekordokat. Dalaik több 10 milliós megtekintéssel futnak a legnépszerűbb videó megosztó csatornán. Következzék, Marsalkó Dávid. Mint ahogy azt már megszokhatták, mindig szertartásosan átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek. Ezen papíron fogalmak szerepelnek. Kivétel nélkül Marsalkó Dávid életének meghatározó szereplőjére, egy-egy idézetére, korábbi, szerintem meghatározó eseményére utal, reményeim és bizakodásom szerint igen talányos fogalmak mögé bújtatva, tehát nem biztos, hogy te például jól sejted, hogy mely fogalom, mely történésre, vagy mely szereplőre igen, utal. Igen, érdekes, nagyon ilyen távolról indító fogalmak. Távolról indító. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy mely kifejezések közül választhat. Más szemmel nem válok meg. Mindenki tévedhet. Képlet. Nem engedek. Hasonló eredő. Velük mi lesz? Y-ok. Ez meg hogy lehet? Mantra. Éppen most. Kézben tartom. Van egy pont. Falig. Ha nekik sikerült, tudnom kell. Egyel hátrébb. Motto. Nem egyszerű, mint egy ilyen... Ugye kihívás, nem? Sok szempontból. De izgalmas, tehát azt érzem, hogy kicsit ilyen filozófikus jellegű. Nem? Egy leszekedni az egy konkrétabb események mögé. Pokolom, melyik legyen? Melyikkel kezdjük? Amelyik neked? Legyen az első, mondjuk más szemmel. A más szemmel a te vörösségedre utal. Mm-hmm. Mert ez gyakorta elmondott, hogy az, aki nem vörösként nő fel, az nem tudja, milyen kívülállónak lenni. A te kívülállóságod miben nyert, vagy nyert teret? Ez érdekes dolog, inkább talán azzal finomítanám, mert azért nyilván nem csak a vörös hajak tudnak kilógni adott esetben egy társaságból, egy osztályból, tehát nem egy megszokott figura, azért van még azért egyéb ő is, de hogy az én gyerekkoromat, meg az egész személyiségemet átította egy kicsit ez, hogy ahogy kinézek. És egész egyszerűen ez abból fakad, hogy gyerekkoromtól kezdve ezt éreztették velem az emberek, hogy én máshogy nézek ki, én más vagyok. Hogy éreztették? Rengeteg prekoncepciót társítottak hozzám. Nagyon sokan ugye, most ez az ilyen, tudod, ez az ilyen gyerekkori bántás, lenézés társult hozzá. Tehát alapvetően mondjuk a vöröshajú fiúkkal kapcsolatban azt gondolom, hogy van egy kicsit ilyen lenézett csoport, vagy nem is tudom, hogyha ez egy csoport, ez nagyon sok nincs, de azért van. De kinek a részéről volt? A tanárok részéről? A gyerektársai részéről? Nem a tanárok, gyakorlatilag a gyerekek egész gyerekkoromban, tehát hogy főleg iskolától, óvodában még nagyon aranyosak a gyerekek szerintem, akkor ez így nem annyira volt. Jelen iskolától kezdve, meg aztán a sportéletben, meg egyáltalán valahogy folyamatosan ezt kaptam. De mit mondtak? Hát, hogy tudod, csúnya vagy, nagyon neked beléd soha nem lesz egy lány szerelmes. Ez így elhangzott?
Rengetegszer, igen. Még felnőtt koromban is volt olyan beszélgetés, vagy ilyen fiatal felnőtt koromban, hogy így mondjuk akkor kérdezték a társaságban, kinek van csaja, nem tudom, és akkor rám nézett, hát neked úgy sincs. Tudod, egy csomószor, és az most egy aspektus, de hogy nagyon sok... Erre te hogy reagáltál? Nem éreztem igazságosnak. Nem éreztem igazságosnak, mert ezt mind-mind legtöbb esetben mondjuk fiúk csinálták egyébként. A lányok ennél szerintem sokkal fejlettebbek, hogy ezt mondjam, hiszen sokkal kevésbé a külsőségek dominálnak szerintem náluk sok esetben. És igazából ez nagyon könnyen megjegyeztek, akármit csináltam, tehát engem mindig kiszúrtak, tehát egy kicsit az volt, hogy azt éreztem, hogy valamivel kilógok, és ez szimplán a külsőm volt, egy olyan dolog, amit nem tudok változtatni, vagy most ha nagyon akarnám, akkor változtathatnék, mert befesthetném a hajamat, meg nem tudom, de valahogy ez fel sem merült soha. Szóval egy kicsit az egész gyerekkoromat átitatta az, hogy megjegyzéseket tettek rám. Tényleg a külsőmre, ugye volt ezerféle becenevem, ami egyik se volt, nem tudom, kedves, vagy menő. Mondasz egyet-kettőt? Nem tudom, répafej, meg a nem tudom mit. Tehát most nyilván itt ez kicsit úgy hangzik, hogy ja, itt vagyok, nem tudom, 38 évesen, és akkor ez most itt... Ez inkább nem azt mondom, hogy egy ilyen olyan dolog, ami súlyos, kőkemény dolog. Egyszerűen csak egy meghatározó része volt az én attitűdömnek, az én személyiségemnek, ahogy fejlődött és alakult. Mert milyen értelemben változtatott ez rajtad? Hát nagyon odafigyeltem magamra mindig. Igényesebb lettél? Az igényesség nem, hanem egyszerűen nagyon figyeltem arra, hogy viselkedek. Uh-huh. Tehát fegyelmezted magad? Igen, nagyon fegyelmeztem magam. Próbáltam, hogy ne hibázz? Igen, egyrészt, hogy ne hibázzak annyit, másrészt meg, hogy próbáltam kevésbé kilógni. Azt éreztem, hogy van egy külső dolog, amely egyszerűen nagyon kilógok egy társaságból, egy osztályból, egy csapatból, állandóan engem nagyon megjegyeznek. Valahogy egy ilyen outsider voltam, úgyhogy szimplán a külsőm miatt, és ezt folyamatosan kompenzálni próbáltam azáltal, hogy nagyon rendesen viselkedtem, mindenkivel kedves voltam, tehát én nem fordítottam át ezt egyfajta frusztrációba, hogy akkor én most mindenkit bántok és utálok. De ez mi múlik szerinted? Hát szerintem ez személyiség kérdése, próbáltam valahogy beolvadni inkább, és... De valószínű, hogy a személyiségem eleve ilyen. Te szóval... hegykességre való hajlam, vagy megmutatom én nektek. Soha nem volt benned? Vagy a dac? Az külsőmmel kapcsolatban nem. Inkább később a szakmai életemben volt olyan, hogy valahogy... Tehát az én sztorim, meg az egész ugye halott pénz sztori, mert az elején ugye sokáig az én művésznemem volt a halott pénz, ez egy nehéz út volt, amíg ezek az első sikereket elérték. Ugye a halott pénz is azt jelenti a pokerben, akiért már nem adnak egy fabatkát se. Tehát, hogy már nem mondtak róla. Igen, tehát van ugye ez, igen, tehát hogy ülnek az asztalnál, ugye, és akkor ugye a többi játékos egy játékost kiszúr, és azt feltételezi, és ez egy prekoncepció, tehát ez nem egy véges dolog, ez egy prekoncepció egy másikkal szemben, hogy neki nincs esélye nyerni. Azt hívják szlengbe halott pénznek, tehát hogy egy kicsit olyan a prekoncepcióból fakadó egyfajta ilyen lerézés, vagy egyfajta ilyen bizalmatlanság is lehet, úgy is fordíthatjuk. És valahogy én amikor ezt az egész zenélést meg úgy elkezdtem komolyabban venni, megcsinálni, akkor éreztem ezt az eszmétlen nagy ellenszelet, hogy valahogy senki nem látott bennem fantáziát, és ott valahogy azt éreztem, hogy nagyon, nagyon annyira belülről fakadt ennek a vágya, meg az egész zenélésre való törekvés, hogy egyszerűen minden széllel szembe, még akkor is kitartottam, csináltam, próbáltam fejlődni, amikor mindenki lebeszélt róla, meg mindenki azt éreztette, hogy ez nem lesz jó, és nem jutok semmire. Fogunk még szerintem erről beszélni, de ugye azt mondod, hogy amikor fiatal felnőttként, kisgyerekként ezt kapja mindig az ember, hogy ő más, ő kívülálló egy picit, akkor szerintem a legfontosabb dolog elfogadni a megmásíthatatlant. Tehát, hogy én vörös vagyok, vörös maradok. Hát te mikorra fogadtad el magad? Én nem tudom, én most kezdem. Az az igazság, hogy gyerekkoromban, meg egész fiatal felnőtt koromban
és ezt a fiatal felnőttet, ezt most ilyen pejoratívnak hangzik, mert még mindig annak érzem magam, csak az én saját dimenziómban, mondjuk a 20-as éveimet, mondjuk azt, ott még szintén nagyon, nagyon bennem volt ez az egész dolog. Nyilván komplexusok saját magammal, a testemmel kapcsolatban, azok abszolút. Én azt érzem, hogy így mostanában, vagy az utóbbi pár évben kezdtem el ezen a téren egy kicsit jobban megnyugodni. Ez minek köszönhető? Hogy lehet megszeretni a saját magát egy olyan embernek, aki korábban nem volt megelégedve saját magával? Ez egy érdekes kérdés, nagyon. Mert én szeretni magamat, ez az nem mondanám, hogy ezért szeretem magamat. Csak nem mondjuk, mered ezt így kijelenteni, hogy szereted magad? Nem tudom, szerintem ez egy egészséges dolog, hogyha az emberben van egyfajta ilyen kétség, vagy nem tudom, tehát hogy mindig lehet hova fejlődni, és itt most nyilván emberileg is, vagy a testemmel kapcsolatban, tehát hogy vannak mondjuk elvárásaim, vagy az, hogy mondjuk valamennyire karba tartsam a szervezetemet, magamat, az agyamat. Ugye sokáig nem mertél levetkőzni strandon? Ez most is így van. Most sem? Csak külföldön, igen. De miért? Nem tudom, rettegek attól, hogy így tudod, így nem tudom, elmennék egy strandra, így lefotóznának, és egy ilyen nagy fehér paca vagyok gyakorlatilag a napsütésben, és akkor ez így, tudod, úgy, nem tudom, úgy rajtam nevetnének az emberek, uh-huh. és ez meg olyan rossz érzés lenne, mert tudod, ez egy olyan dolog, hogy nem tudom, egy nem tudom, kicsit olyan, nem tudom, sok szempontból, mint hogy így az ember így ezzel nem tud mit kezdeni, és azáltal így mindjárt megváltoztatni se tudod, ezért úgy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen állandó, nem tudom, jelenség az életedben, amivel valahogy együtt élsz, és én úgy élek vele együtt, hogy kerülöm az olyan helyzeteket, ahol nevetség tárgya lennék. Miközben tudom azt, hogy ez túlzás. Tehát, hogy nyilvánvalóan ez egy túlzás, de igazából nincs semmi olyan jellegű testemmel, ami nevetséges lenne, vagy nagyon gáz lenne, egész egyszerűen csak azt érzem, hogy egy ilyen elképesztő, ilyen, tehát nagyon fehér, meg ilyen piros tudok lenni, és azt érzem, hogy így nem ez a, hogy is mondjam, a társadalom, hogy is mondják ezt így a társadalmi szemmel, azért megvannak a szépségideálok, és akkor amit megvan az a, tudod, a kicsit a barnább bőr, vagy a nem tudom, a kellemesen lebarnult férfi felsőtest, nem tudom mi, és akkor én meg nagyon nem ez vagyok, és egyszerűen szerintem ezek az ilyen jellegű szépségideáloktól ugye az annyira messze vagyok, hogy ezáltal inkább elkerülöm ezt a dolgot, mert aki tudom, hogy ez biztonságos, egy ilyen, ez ilyen nem csak a testemmel kapcsolatban, de úgy a személyiségem is olyan egyébként, hogy én nagyon az ilyen safe space-eket keresem. Biztonságos helyzeteket. Igen, igen, és ezek a biztonságos helyzetek egész egyszerűen valószínű, hogy a személyiségemmel vannak összefüggésben, és ezt kivetítem a testemre is, szerintem sok szempontból, hogy én például nehezen nyílok meg a barátaim, a szűk barátaim köre, nem nagyon változott akár a sikeré válás útján, vagy azóta, és emiatt én nagyon ragaszkodom azokhoz az emberekhez, akikkel felnőttem, akik barátaim 20 éve, ahogy például a magánéletemről nem beszélek, ahogy azért eléggé visszahúzódó vagyok, ahogy azért egy kicsit olyan, nem tudom, tehát nem vagyok az a nagyon könnyen kitárulkozós. Tehát aki közel kerül hozzám, nyilvánvalóan őszinte vagyok vele, és tudok vele úgy beszélni, de azért a legtöbb esetben elég zárkózott tudok lenni. Aztán elakadok erről a témáról, de említett, hogy volt olyan szituáció, hogy így fiúk azt mondták, hogy hát neked úgy sincs csajod. Az ilyen belül egy kamasz, vagy fiatal felnőtt emberben okoz önbizalomhiányt? Lányokhoz való közeledés tekintetében? Hogy vajon kellek-e én? Az az érdekes, hogy ez kettős dolog volt, mert kettős dolog, mert lányokkal kapcsolatban, vagy ilyen pár kapcsolatban nem gondolom, hogy átlagosnál rosszabb lettem volna. Nem voltam kiugró sikerű a lányoknál, de mindig volt barátnő, mindig voltak mozgolódások ezen a téren. Mozgolódások, ezt megjegyzem. szóval azt gondolom, hogy egy olyan egész okés volt az egész dolog, de ez annak köszönhető, hogy a lányok teljesen más dolgokat néznek szerintem. Tehát, hogy
hogy egyszerűen valahogy nem tudom, tehát az, hogy kedves voltam, hogy tudtam szépeket mondani, hogy figyelmes voltam mindig például lányokkal, vagy szenzitívvé váltam sok szempontból pont emiatt, hogy ugye akár a külsőmmel való dolgok, vagy a... Tehát, hogy érted, mire gondolok, hogy szerintem az azért a sokkal szenzitívebbé tud válni az az ember, akit ugye egy kicsit bántanak, vagy cseszegetnek, vagy ilyesmi, mert egyszerűen kicsit jobban elfogadó, vagy akár a különbségeket nem különbségeknek látja. Tehát, hogy na mindegy, nem akarok itt teljesen elveszni ebbe az egész dologba, de valahogy a lányok terén nem volt ilyen jellegű gond, vagy frusztrációm, hál' Istennek soha. Szerintem inkább valahogy az ilyen fiú közegben volt egy ilyen... Hisz onnan jött a bántás jobb ára. Igen. Főleg ott volt egy olyan, de szerintem lehet, hogy egy ilyen szimplán csak egy ilyen fiú dominancia, tudod, ilyen állandó lökdösödés, hogy akkor ki a menő, ki a... Nem, és akkor voltak olyan emberek, akik ezt leosztották, hogy akkor ő a kulcsávó, ő a nyomi, a nem tudom mi, tehát hogy így, és akkor tudod, ezek voltak. De mondom, a lányoknak még nagyon hálás vagyok, mert ők adtak az egész életemben, barátnőim például, mindig ők adtak egy stabilitást nekem az életben, és általuk egyébként annyit fejlődtem, hogy középiskolában is volt egy középiskola végén volt egy hosszabb kapcsolatom, aztán egyetem alatt is volt egy hosszabb kapcsolatom, és utána szintén egy hosszú kapcsolatba léptem, szóval valahogy én a barátnőim, a kapcsolataim által lettem jobb ember, szerintem. Ez de jó mondat. Válasszunk kérlek egy másik kifejezést. Jó. Velük mi lesz? Az mi az érdekel? Velük mi lesz? Az édesapád egyik sarkigasságára utal, mert hogy rendszeresen azt gondolgatta neked, ugye te nagyon komolyan teniszeztél, tehát élsportolói mutat is tudhatsz magadénak. Édesapád majd minden alkalommal elmondta, hogy a másodikra már nem emlékszik senki. Tehát, hogy az első számít mindenben. Igen. És azon gondolkodtam, hogy vajon ez használta a te személyiségképletednek? Hát figyelj, ez egy nagyon összetett kérdés, tehát itt még lehet, hogy itt ide kéne ültetni egy-két ilyen neveléssel kapcsolatos szakembert, mert azért ez összetett. Tehát most úgy, hogy azért a tenisz karrierem is egy sikeres időszaknak mondható, utána a zenei karrierem, a nehézségek árán bár, de azért egy sikeres zenei karrierről beszélhetünk. Azt érzem, hogy a magánéletem is, az egész személyiségem úgy nagyjából olyan okésen alakult minden. Így azt mondom, hogy ez egy nagyon jó tanács volt, meg egy kemény motiválás, viszont ez egy vékony ég. Ez egy vékony ég volt, mert akkor én ezt nagyon nehezen éltem meg. Tehát, hogy amikor ilyen tizenéves voltam, és nem tudom, elmentem egy versenyre, és nem tudom, harmadik lettem, vagy második, vagy ilyesmi, akkor nem volt taps, nem volt öröm. Semmi. Már ott vagy otthon? Hát sehol, hanem mindig ez rögtön ez volt, hogy a másodikra nem emlékeznek. Nem is tudtál örülni soha rész sikereknek? Hát emiatt nem annyira, ha nem. Nem, mert voltak olyanok, amikor tök büszke voltam, mint a 18 éves koromban az országos bajnoki döntőt játszottuk a Gyurikával, és fényévekkel jobb volt, és úgy lettem második, akkor úgy éreztem, hogy ezt kihoztam a maxot, hogy második voltam, és akkor már eleve ott kicsit elengedtem el, ugye már egyetemre jelentkeztem a közgázra Pécsre, szóval ott már tudtam, hogy ezt kicsit elengedem, ezt a tenisz karrier dolgot, meg ezt a sportkarriert. De előtte azért volt jó pár olyan év, amikor ilyen kisebb sikereket is ugye azért lehetett volna belőle táplálkozni, vagy ilyesmi, és tehát apukámra azt kell tudni, hogy alapvetően azért egy eléggé művész ember, tehát egy fotoművész. Én egész gyerekkoromban úgy nőttem föl, hogy nálunk otthon a családi kép, azok nem is nagyon voltak a falon, a Frank Zappáról volt kép, meg ilyesmi, tehát a kedvenc zenészei voltak kint, és az egész érdekesség benne van, hogy valahogy egy művész légkör, egy művész ember, de közben azért fanatizálni nagyon, nagyon tudott. És szerintem ez,
ez nálam csapódott le leginkább a versenysport miatt, hogy ott így ezeket az ilyen elméleteit így tudta így nagyon gyakorolni, és ez volt az egyik. Ez a másodikra nem emlékeznek, és ez az a durva ebben az egészben, hogy ez nagyon kegyetlenül hangzik. Úgy, szerintem. Kegyetlenül hangzik, mert miért ne lehetne második egy gyerek, és miért ne örülhetne neki? Vagy nyolcadik. Vagy nyolcadik. Miért ne lehetne az, hogy egyszerűen élvezi a sportot? Na most, és ezt a részt én kegyetlennek éreztem, mert azt éreztem, hogy igenis keményen harcoltam, és de nem győztem adott esetben, és ezzel nem volt baj, tehát nem volt ezért dorgálás, vagy nem volt lecsöszés, csak egy-egy sikert úgy nagyon egy-egy mondattal, ilyen tőmondatokkal így a helyre rakott, hogy azért ne örüljek annyira, mert hát a másodikra nem emlékeznek. De ez sokkal inkább szerintem egy ilyen belső teljesítménykényszert idézhet elő az emberben. Igen. Tehát, hogy azért ez szerintem pont ugyanolyan, hogy valakinél beválik, valakinél nem, és nálam szerintem bevált olyan szempontból, hogy én ezzel nem omlottam össze, nem hagytam rögtön abba mindent, nem kezdett el frusztrálni, hanem inkább azt az oldalát erősítettem, hogy igaza van. Igen, de például te egy nagy-nagy siker esetén, amikor már beérkezett zenész voltál, tudtál örülni egy-egy állomás után az addig megtett lépéseknek, vagy rögtön a következő cél és a meghódítandó csúcs kezdett el érdekelni, mert az ilyen típusú embereknél, én legalábbis a magánéletemben azt tapasztaltam, hogy igazán nem tudnak örülni voltak éppen semminek, maximum pillanatokra. Hisz nem engedheti meg magának, hogy hátradőljön. Egy ilyen folyamatos, vég nélküli, minduntalan történő teljesítménykényszer van rajtuk. Hát ez csak egyet tudok érteni. Nekem ezt tanulnom kellett az évek során, nagyon pontosan ez történt nálunk, hogy ha megvolt egy nagy mérföldkő, lejöttem a színpadról, és másnap reggel úgy ébredtem, vagy már este azon járt az eszem, hogy mi lesz a következő mérföldkő. Ez nem tudom, hogy ebből fakad-e, ebből a versenysport múltból, vagy egyszerűen pusztán a személyiségem ilyen, de valahogy mindig kettővel, hárommal előrébb járok fejben, mint ahol éppen tartottunk. Már a tervezés vagy. Igen. Tehát, hogy tudtam azt, hogy azért csináljuk meg ezt, hogy utána azt meg tudjuk csinálni, stb. Tehát, hogy mindig, amikor lejöttünk például, ez egy nagyon jó példa szerintem, amikor lejöttünk az első ugye Budapest arénás koncertünk után, mi generációnkból az első voltunk, aki ezt megtöltötte. Utána lejöttem, és nagyon érdekes módon valahogy nem az érzés töltött el, mint amit vártam, hanem egyfajta kétségbeesés, hogy innen akkor hova tovább. És ez barom érdekes, hogy akkor volt egy nagyon pszichológiailag, meg úgy a személyiségfejlődési szakaszomban szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz és bonyolult időszakom. Megfordult a félbe, hogy abba hagyod? Igen, a háttérbe akartam vonulni, hogy akkor továbbra is én írom a dalokat, de mondjuk nem. Tehát, hogy úgy az egész személyiségem nem találta a helyét. Azt éreztem, hogy ez a max, amit el lehet érni, hogy akkor a Papp László arénát megtöltöttük, előtte jó párszor a Budapest Parkot, az összes klubot megtöltöttük, minden fesztiválon ott voltunk headliner státuszba. Tehát, hogy gyakorlatilag azt éreztem, hogy így, már nagyon sok mindent, rengeteg országos láger, tehát hogy nagyon, nagyon érdekes dolog volt, hogy elértünk úgymond egy kicsit a csúcsra, és valahogy ott nagyon egyedül éreztem magam, egyfajta ilyen magány ült rám, hogy akkor most hogyan tovább. Én megfejtem, hogy mi van itt, teljesen kéretlenül, és nem pszichológusként, az addigi drive-od, az eljutni a csúcsig elégült ki. És az a lendítő erő, ami téged x éven keresztül mozgatott nap mint nap, hogy akkor is megmutatom és bebizonyítom, amikor mindez diadalt ült, a létező leglátványosabb formában nyert kibontakozás, nevezetesen az arénába, már nem találtad meg magadban azt a hajtóerőt, ami minden egyes nap újabb és újabb lépésekre sarkal. Hisz pipa. De igen, a belső nyugtalanság és az, hogy mindig kell bizonyítsak és ott legyek. Már egy következő terület felé kellett, hogy vigye a fókuszt a te esetedben, amit még akkor nem láttál.
Hát igen, nagyon érdekes ez az egész, és érdemes volt eljönnöm ide. Azért kérdezz meg egy szakembert is, én csak itt tét nélkül mondom az okosságokat. Bonyolult, és egyébként csak az, hogy leüssem egy kicsit ezt az egész kérdést, hogy ennek az időszaknak a vége, vagy lezárása volt valamilyen szempontból az, hogy ugye nem beszélek egyetem magánéletről, de ezt az egy dolgot lehet tudni, hogy akkor ugye apa lettem ebben az időszakban pont, és akkor írtam meg az Amikor feladná című dalt. Amit a legnagyobb slágeretek. Igen, talán az egyik legnagyobb, hál' Istennek, és valahogy ez az egész időszak, ez az egész az Amikor feladnád, hogy apa lettem, ez az ilyen, hogy akkor most akkor mi lesz velem, mi a következő cél, és valahogy ez a dal így nagyon kigurult belőlem, és ez átlendített a következő szakaszba valahogy. És akkor hát ezen, vagy az apaság. Igen, ezek így együtt, mint. Az nyilván. Abban való teljesítés a feladatnak a megléte. Igen. És kihívása. Igen, biztos, hogy ez nagyon sok erőt adott nekem, nagyon sok dolgon átlendített, és tudod, amire nagyon megtanított, szerintem, hogy pont egy ilyen időszakban, mert én mindig azért úgy azt éreztem, hogy egyszerre vagyok ilyen álmodozó, de egyszerre nagyon földönjáró is vagyok. És amikor az álmodozó énem úgy el nagyon távol került a földönjáró énemtől, akkor valahogy az apaság így visszahúzott, és helyre teszi egy kicsit az emberbe szerintem azt, hogy tudod, hogy az én, abból egy kicsit úgy lenyomja, és ilyen egészségesebbre teszi az ember egóját szerintem, és emiatt nem kezdtem el annyi, bocsánat, csak hogy így elkezdtem abba hagyni ezt az állandó, hogy akkor hogy lesz, mi lesz a következő lépés, állandó stressz, hanem egyszerűen egy kicsit kisimult a személyiségem, és valahogy ez az egész kérdés olyan természetesen visszatalált szerintem, és utána jöttek a következő dolgok, a tök, nagyon kreatív időszaknak éltem meg az előző pár évet, és hál' Istennek rátaláltunk ugye a következő mérföldkőre, a Puskás stadionra, hogy ugye jövő júniusban ott lesz a Halott Pénztori 20. születésnapja, amin pedig egy újabb mérföldkő, hiszen ez gyakorlatilag három Papp László arénás koncertnek felel meg, hiszen 47 ezer ember tud beférni egy koncert esetén, ami... Te ami, például az Kudarszkét élnél meg, ha csak 43 ezer lenne? Nem, ezt most már magamban lerendeztem, hogy természetesen arra törekszünk, hogy tele legyen, erre vágyom 100%-ban. Ha nem sikerül, és csak 43 ezeren lesznek, vagy 40 ezeren, akkor is nagyon boldog leszek. Tehát, hogy azért van itt fejlődés, hogyha ezt nagyon meg tudjuk csinálni, nagyon jól sikerül, akkor egész egyszerűen azt érzem, hogy így meg fog találni szerintem egy ilyen általános boldogság. Kívánom, hogy így legyen. Nekem, ha fogadni kellene, akkor én azt mondanám, hogy ez ideig óráig fog tartani, és egy újabb nagyívű, ennél nagyobb feladat kezd el majd téged mozgatni majd. Válasszunk kérlek egy másik témát. Jó. Ha nekik sikerült, az mit jelent? Mintha én választottam volna. Annyira erre rímel. Ők a nagyszüleid. Akiknek azért nem akármilyen megpróbáltatás sorozat adatott meg. Ugye ők több évig voltak Szibériában. Igen, 8 évig. 8 évig? 8 évig, igen. És neked ők példaadók a tekintetben, hogy ha ők föl tudtak állni, és képesek voltak megrázni magukat, és onnantól fogva egy teljes értékű és boldognak tetsző életet működtetni és berendezni, akkor mi mit nyavajgunk? Gondolom én, hogy innen szokott a te példád jönni, vagy erre szokott elsősorban rímelni. De ha már így említetted konkrétan, hogy lehet 8 évig éplélekkel kibírni valami borzalmat, ami ilyesmi? Nagyon jó kérdés. Hát nehéz. Történelmileg azért egy elég nehéz időszakban történt, ugye nyilván a második világháború után, és egész egyszerűen annyi történt, hogy sváb származású az édesanyám ágán, svábok vagyunk, és a svábokat egyszerűen felültették egy vonatra, és elvitték őket Szibériába, munkatáborba, és ugye ott voltak ők... Ők már egy párként mentek. Igen.
mint férj és feleség, és gyakorlatilag azért, hogy mondjam, tehát, hogy ilyen nagy vonalakban ismerem nyilván a dolgokat, akkor ők, például a nagypapám meghalt, én még azért viszonylag nem voltam, tehát még gyerek voltam, jó lett volna ezekről beszélgetni, csak nyilván most nem egy 10 évessel beszélget ezekről a témákról. Amiket én tudok, és amik így átjöttek, azok nagyon, egyrészt nagyon kemények voltak, másrészt meg nagyon inspirálóak. Tehát az, hogy egyrészt Szibériában, munkatáborban családlevest ettek, több gyereket elveszítettek ott. Már megszületett gyermeket, vagy hogy igen, nem születhettek igen, meg? Igen, megszületett gyereket, igen. És azért el tudjuk képzelni, milyen lehet Szibéria vagy munkatábor, és ha jól tudom, anyukámnak a bátyja is kint született, és őt haza tudták hozni, és akkor hazajöttek ugye egy vonattal egyszer csak, és akkor él. És gyakorlatilag ugye papám bányász lett, azért a legtöbb esetben a bányász munka meg lehetőség az pont ilyen embereknek volt kitalálva, hogy egy biztos megélhetés, a családnak kőkemény munka, tehát hogy elképesztő kemény munka, és valahogy így ebből így fölálltak, így nem tudom, megszületett ugye anyukám, ő már ugye Pécsen született. Beszéltek ők erről? Hát a mamám azért sokszor említette, igen, hogy családlevest, meg aztán utána a bőrgyárban 3 műszakban dolgozott, amikor hazajöttek. Tehát, hogy ilyen nem úgy beszéltek egyébként, ugye, hogy várná az ember, hogy így egy ilyen elképesztő, hanem úgy valahogy az élet részeként tekintettek rá, és úgy mondták, mesélt, hogy igen, én mindig nem tudom, teát ittam, hanem amikor 3 műszakban dolgoztam, meg ami a családleves, az mindig azért úgy pozitívan emlegette, meg nem tudom, tehát, hogy valahogy nem úgy meséltek erről, és a mamámmal, mert vele több időt tudtam együtt tölteni, hogy tudod, hogy ez egy ilyen csak panaszkodás, hanem így valahogy olyan természetesen olyan szinte az életük része lett volna, ami nem feltétlenül egy ilyen nagyon kegyetlen dolog, hanem ez egyszerűen valahogy ez a nemzedék, ez kegyetlen erős volt, szerintem. Kegyetlen erős volt, meg szerintem azért a személyiségképet kérdése is. Amint beszélgettem valakivel, aki a közelmúltban egy nagy megpróbáltatáson esett át, és amikor 2 vagy 3-szor kérdeztem tőle valamit, ami a problémára utal, azt mondta, hogy Endre. Hát ez nem probléma. Azok után, amivel én szembesültem tavaly, ezek nem bajok az életben. Igen, és igen. Ez valószínűleg ez egy szemléletmód, vagy gondolkodásmód kérdése. Abszolút így van. Igen, ezért is egy fontos példa. Másik ágon is, egy nagyon apám ágán is azért nem voltunk gazdagok egyáltalán, tehát hogy másik nagyapám ugye Erdélyből jött át. Szóval ez egy érdekes motiváció, szerintem, amire így rátaláltam, vagy amire felfigyeltem, hogy ez mennyire fontos. Válaszunk kérlek egy másik kifejezést. Előről, vagy a végéről, vagy középről? Ami neked szimpatikus. Képlet, az mi? A képlet az a te hitvallásodra vonatkozik. Na. A tenisz kapcsán azt mondtad, nagyon megtanultad az, hogy te vagy felelős, ez nekem nagyon tetszik, te vagy felelős a saját teljesítményedért, sikeredért és kudarcodért, én mindig ezt szoktam mondani, hogy ne kenjük másra, és azt mondtad, engem ez nagyon érdekel magánérdeklődés szintjén is, hogy 10% szerinted a tehetség, maradék a munka, mondjuk 80 vagy 90, és marad még mondjuk 10-20%-nyi szerencse. Igen. Te ebbe hiszel, hogy a munka sokkal inkább meghatározó, mint a tehetség? Hát ez szerintem ez egy gyakorlati hozzáállás. Tehát, hogy természetesen nagyon-nagyon fontos a tehetség, de azt gondolom, hogyha az nagy képet nézzük, és az egész sztorit, nagyon sok olyan esetben láttam azt, hogy a tehetséges emberek elkallódnak, vagy egész egyszerűen feladják, vagy nem tudják a helyén kezelni mondjuk a munka részét. Lustán. Igen. És én azt tapasztaltam, és azért mondom ezt, mert hogyha a nagy képet nézzük, természetesen a tehetség, az baromira fontos, de a tehetség köznyelvi értelmezése nekem nem tetszik.
mert az egy olyan dolog, mintha azt mondanánk, hogy valaki valamire született, és akkor az a tehetség. A tehetség nem ez szerintem. A tehetség az az, hogy egy bizonyos tevékenységben milyen szintre tudsz elfejlődni az életben. Szerintem valójában a tehetség fogalma szerintem sokkal közelebb áll a valósághoz és a realitáshoz, hogy egy adott tevékenységben mi az a maximális szint vagy minőség, amit el tudsz jutni. Tehát, hogy gondolok valamit, mi ketten együtt elkezdenénk, nem tudom, festészetet, és akkor valamelyikünk megragadna egy ilyen egész oké szinten, valamelyik meg így kilőne egy bizonyos pont után, mert megtalálnád, nem tudom, 10 év festés után a saját hangodat, a saját elképzeléseidet, a saját színeidet, formáidat, és kilőnél. Tehát te mondjuk tehetség alatt annak az adottságnak, vagy képességnek a kibontakozási képességét. Igen. Lehetőségét. Valami ilyesmit. Uh-huh. Ez nehéz ennél jobban most hirtelen megfogalmazni, de talán érted, hogy mire gondolok, hogy szerintem ez szerintem közelebb áll egy kicsit, és ebben az egész dologban szerintem jobban benne van az, hogy mondjuk egy tevékenységnek a színvonalához, hogy az életben milyen szinten tudod csinálni, ebben nagyon jobban benne van a munka. Mint abban, hogy hát erre született, de most oké, erre született, de hány olyan, mondok valamit most ilyen zenei vonalon főleg, hogy hány olyan ember volt, és ismerek én is egy csomót, meg mindenki, hogy hát nagyon jól tudott énekelni. De az, hogy valaki jól tud énekelni, az nem garancia semmire. Nekem tényleg nem volt semmim, se zenei képzettségem, se olyan barátaim, se olyan körök, nem volt gyakorlatilag semmi billentyűzeten, értem a 2013-as albumunkat is még, egy ilyen billentyűzeten, ami fonogram díjat kapott. És nem volt semmi olyan, amire támaszkodhattam volna. És nem tudsz kottát olvasni, ugye? Kottát? Nem. És úgy tudom, hogy csak a gitárosotok tud, a basszusgitárosotok. Basszusgitárosok tud csak a zenekarban. Senki más a zenekarban? Nem, kottát nem. Nincs rá szükség. De akkor ezt hogy csináljátok? Tehát hallom, hogy jegyzed le például? Mindent. Tehát autodidakta módon tanult gyakorlatilag a zenekar, kivéve a Ninja a basszusgitárosunk, ugye jazz tanszéken végzett, ő az egyetlen igazán képzett zenész, a többiek mi, én magamat is abszolút autodidakta módon fejlesztettük magunkat. Nem is tudok egy csomó, van egy csomó olyan kifejezés, amit használok stúdióba, vagy dalszerzés közben, vagy utómunkába, ami nem is tudom, hogy létezik-e, egyszerűen saját magunknak fejlesztettünk ki kifejezéseket, vagy dolgokat, és egyszerűen ez autodidakta módon történik minden. Tehát lejegyzetelni, leírni, ilyen szinten nem szoktunk semmit, hanem mindent. Fül alapján játszottok? Fül alapján, teljesen, igen. Ebben nem volt benned az a típusú maximalizmus és megmutatni akarás, hogy akkor megtanulom. Legalább alapszinten a kotta olvasást. Nem érdekel. Nem érdekel. Nem. Tehát engem így nem vonz, hogy most a kotta olvasás, mégis, mert nem így működik az én zenélésem. Teljesen, tényleg autodidakta módon indult el, és én ezt szeretem valahogy. Kevésbé ismerem a szabályokat, mint az, aki tanulta, és ebben úgy érzem, hogy több lehetőségem van, mert ha nem ismerem a szabályokat annyira, akkor nem is kell annyira betartanom sok szempontból, és ez nekem egy szabadságot adott valójában mindig. Hozzáteszem, nyilvánvalóan kellett egy fejlődési szakasz, meg az, hogy az ember ebbe producerkedésbe, dalszerzésben fejlődjön, és ez létre is jött, csak egyszerűen más úton. Ugyanakkor, amikor az ember ilyen sok elutasítással kell, hogy szembesüljön, mert azért téged nagyon sokáig nem akartak mondjuk úgy, hogy figyelembe venni, de amikor történik vele egy teltházas parkkoncert, egy arénakoncert, amikor egy generációs történet lesz a munkájából, lehet, hogy nekem ez a veszőparipám, de valami fajta elégtételt éreztél te? Hát az a durva, hogy van egy pillanat, ami baromi jó volt, és nagyon szívesen emlékszek vissza rá. Az volt, hogy én 2012-ben kb. Akörül polgári foglalkozásomat azt feladtam, és teljesen a zenére tettem rá magamat. Azért tegyük hozzá, hogy végkimerülés címén, tehát annyira hát rosszul voltál, hogy infúziót kellett kapj, és a bizonytalan zenei jövőt választottad a biztosnak hitt
civil foglalkozás helyett. Igen. Édesanyád kis ilyen infarktus kapott. Igen, ez apám az egy volt, yes, fiam, csináld, amit gondolsz, yeah, jó leszel, nem tudom, mi anyám meg, biztos, ez jó ötlet, ez nem jó ötlet, szerintem ne, és akkor gyakorlatilag bekerültem egy ilyen időszakban, és akkor így, amikor 2015-ben, azt hiszem 2015-ben volt az első teltházas parkunk, most remélem nem mondok nagy hülyeséget, vagy 15, szerintem 15-ben, akkor az egy nagyon fontos pillanat, és az otthon nekem bekeretezve ki van téve, hogy elhívtam anyukámat, és fölhívtam a színpadra. És így mondtam, hogy nézd, anya, ennyien járnak halott pénzkoncertre. Mondtad a színpadon neki? Igen. Igen, és kisétáltunk, és így emlékszem arra, hogy így az emberek így sírtak. Ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat volt, hogy ott valahogy ezt az egész dolgot, ezt az egész döntést, az egész... Mert ők egy csomó ideig csak annyit láttak belőle, hogy éjszakákon át egy számítógép előtt tákolgattam a zenéket, és aztán látták, hogy elindulgatott, meg nem tudom ide, hogy azért a zenész lét, az nem egy ilyen atombiztos jövőkép. Tehát azért ez nem minden szülőnek az álma, hogy a gyereke zenész legyen. Van benne elég rakás bizonytalanság, meg azért évtizedekig azért nagyon kevés zenekar van, aki toppon tud lenni, vagy ebből akár megélni. És ez egy fontos pillanat volt, hogy ott volt anyukám a színpadon, végsétáltunk a kifutón, és akkor mondtam, nézd, anyánnyian járnak halott pénzre, és akkor ez egy fontos szakasza volt szerintem az életemnek, amikor azt éreztem, hogy így, igen, most már így benne vagyok ebbe a dologba, amire egész végigvágytam. Gondoltál azokra is, akik azt mondták, hogy belőled nem lesz frontember vagy zenész? Mai napig eszembe jutnak egyébként időről időre, hiszen rengeteg olyan pályatársam volt az évek során, akire én azt gondoltam, hogy fú, nagyon-nagyon felnéztem rá. Vagy korosztálybéli? Korosztály vagy idősebb, uh-huh. Vagy fiatalabb is, tehát hogy nem korfüggő egész egyszerűen. A személyisége, a tehetsége, a hozzáállása valahogy elvarázsolt, és azt gondoltam, hogy fú, és valahogy eszembe jutnak azok a dolgok, hogy ők hogyan szúrták el, vagy hogy nem jött nekik össze, és ezek így nagyon sokszor eszembe jutnak. Ez egy érdekes része szerintem az egésznek, hogy így a pályatársakkal hogyan alakult a személyes kapcsolatom az évek során. Arra te azt mondtad, hogy bizalmatlanabb lettél? Egy kicsit? Volt egy időszak, igen. Igen. De miért kellett bizalmatlanabb lenni a pályatársakkal szemben? Van egy olyan időszak, tehát hogy így, hogy mondjam, tehát hogy ha az ember elkezd sikeres lenni, mondjuk nem tudom, hogy más szakmában hogy van, de itt úgy történik nagyjából, hogy elkezdesz így sikeres lenni, vagy ilyen menő leszel, vagy lesz egy nagy slágered, vagy ilyesmi, akkor így mindenki így rágyűlik, és így, mint hogy mindenki a barátod akar lenni. És akkor én ezt egy kicsit úgy hátraléptem, én ezt így nem annyira élveztem, ezt az egész dolgot, így nagyon sokan, de itt ilyenkor nem csak a zenészre, igen, akkor így mindenki így rámar az emberre, és akkor mindenki hirtelen a barátja akar lenni, meg mindenki őt hívja, meg mindenki vele szeretne lenni, és akkor ez az egész dolog így átlép egy következő szintre, amikor még x év után is sikeres vagy, vagy még sikeresebb, akkor viszont elkezdenek bántani, gyűlölködni, irigykedni, aládásni, megváltozik ez a reláció, és akkor ez az időszakban nekem, ez körülbelül ilyen 2015, 16 és mondjuk 19 között, akkor nekem nagyon sok ilyen jellegű csalódásért, hogy pályatársakkal, szakmabeliekkel valahogy elkezdtek így mérgesek lenni, hogy még mindig sikeresek vagyunk. De mit tudtak tenni ellened? Hát nem tudom, részegen rángattak és ordibáltak az arcomba, vagy... De miket? Hát, hogy képzelem ezt, meg ilyesmi. Vagy hogyha megléptünk mondjuk azt, hogy a generációnkból először bejelentettük a Puskás Arénát, a menedzserek torkunknak estek, a pályatársak elkezdtek furán megnyilatkozni, bántani minket, vagy... Úgyhogy visszahalljátok mindezt, vagy ennek meg is van a maga fóruma?
Volt olyan, aki koncert, saját koncertjén szidott minket, úgyhogy azt hittem, hogy jó barátok vagyunk. Vagy, emiatt, hogy nektek lesz egy koncert? Vagy ez nem feltétlenül konkrétan amiatt, hanem hogy van ez egy szakaszokból áll, és akkor amikor említettem, van ez a szakasz, amikor mindenki a barátod akar lenni, hirtelen, ó, te vagy a cool, te vagy az új jelenség, vagy az új siker sztori, és akkor eltelik egy-két pár év, és akkor utána a következő szakaszban, amikor még sikeresebb vagy, még mindig sikeres vagy, és még lépegetsz előre, és látják, hogy stabil vagy, és kicsit olyan kiszámíthatatlannak érzik a helyzetet, akkor viszont átváltanak egy támadásba. És ebben az időszakban nekem nagyon sok ilyen tanulságos történetem volt, és akkor utána van az ilyen nyugodtabb szakasz, amikor ez így letisztulnak, megvannak, hogy valójában kikkel vagy jóban, és kik az igazi barátaid, és valahogy utána már nem annyira vannak ezek a támadások, meg úgy viszont megszokják, hogy vagy. És akkor ez az időszak már szerintem egy ilyen kicsit ilyen kellemes időszak, hogy akkor már nem ezek motiválnak. Megszokják, hogy vagy, de kélyes örömmel várják a porpokulását az embernek. Tehát ez a stádium, ezt nekem egyszer egy nagyon sikeres és okos ember magyarázta el, hogy van az ifjú titán korszak, amikor mindenki szorít, és azt mondja, hogy... Na, ez akkor nagyjából hasonló, nagyon hasonló, hogy hát, ha sikerül nekik. Aztán egyszer, amikor az ember már eljut 5-ről 6-ra, akkor már elkezdik méregetni, hogy nem elég lesz az. Igen, tehát, igen, ez maradj, egy jó. És hasonlóan éltem meg egyébként, igen. És van egy pillanat, amikor egy picit hibázol, akkor mindenki dörzsöli a kezét. Hát megmondtam, hogy nem jó. Hisz mondtuk régóta. Hát így működik ez, de... Viszont mintha te is félnél attól, hogy nehogy hibázzatok egy nagyot. Azt mondtad egyszer, arra kell figyelni, hogy ne csesszük el. Mert könnyen lehet egy rosszul elejtett mondattal, vagy túlzásba vitt egóval. Igen, nagyon sok fronton el lehet szúrni, szerintem. De neked van arra nézve kísértés, nem olyannak ismerlek, hogy az ego például téged meg tudna szédíteni? Nem. Nem gondolom, hogy ebből fakadóan. Egy nagyon picit a zenélés szerintem olyan, mintha az embernek lenne egy étterme. Hogy valahogy úgy működik az ember, szerintem, hogy elmész egy étterembe, 9-szer jót eszel, és mindig visszamész. Viszont 10-jére nagyon rosszat eszel, oda soha többet nem mész vissza. Egyszerűen a zeneipar, a zeneélés is így működik, hogy egyszer vagy rossz a koncerten, egyszer sikerül rosszul egy koncert, azok az emberek még egyszer nem jönnek vissza. És azért gondolom ezt egy ilyen, nyilván ez egy erős hozzáállás, de hogy egyszerűen a nyomás ezen a téren, hogy mindig egy bizonyos szinten kell teljesíteni, nem csak a színpadon, egy interjúba, egy beszélgetésbe, bármilyen megnyilvánulásban, egyszerűen folyamatosan egy bizonyos szintet kell hozni, mert az emberek nagyon gyorsan átlépnek egy produkción, egy előadón, hogyha az mondjuk valamilyen szempontból csalódást okoz. No, válasszunk kérlek akkor egy másik kifejezés búcsúzóul. Y? Javasolhatok egyet? Jó, na az mi lesz? Az mi lesz? Y-ok, pontosabban. Y-ok. Az két fordulópontra utal az életedbe, hogy az Y messziről indítva, szerintem Kierkegaard írja le azt, hogy egy nagy döntés esetén az embernek, ugye, mutatom az ujjammal, vagy igen, jobbra, igen, vagy balra visz az igen, útja, igen. Visszacsinálni azt már nem lehet. Tehát az egy sorsfordító döntés. Szerintem kettő ilyen feltétlen volt. Az egyik, amikor kis hián elutaztál Amerikába ösztöndíjasként, szerelmes voltál egy lányba, és az itt tart. Nagyon máshogy alakult volna az életed. Az biztos. A másik pedig Bristol. Már megvolt a repülőjegyed, hogy te kimész oda kvázi fénymásolni, te ezt szoktad mondani. Igen. De még egy utolsó utáni esélyt adtál magadnak, és berobbant a halott pénz. Vagy legalábbis már sikerrel kecsegtetett. Te. Mert szerintem hozzám hasonlóan te is egy ilyen ragyolós fiú vagy. Tehát azért szeretsz gondolkodni az élet ilyen-olyan folyamatábráin. Ezek véletlenek? Én nem nagyon hiszek a véletlenben egyébként. Vagy egész egyszerűen van valami fajta meghatározottság, ami eredendően a mi döntéseinkből fakad. Fú, ez nagyon összetett. Összetett. Valóban ez a két ilyen érdekes szakasz volt az életemnek, hogy említetted, ilyen sportösztöndíjjal Amerikába tudtam volna menni, de nagyon szerelmes voltam egy pécsi lányba, úgyhogy itt maradtam, és akkor ugye elkezdtem Pécsen a közgázon járni, és akkor gyakorlatilag ugye ennek vége lett, ennek a
kapcsolatnak is utána, meg hát ennek a szálnak az életembe. Illetve a másik, igen, ez az ilyen 2011 környékén, akkor azt éreztem, hogy így sok év, egy x év zenélés után valahogy nem jött az a nagy átütő siker, ilyen underground szinten voltak a dolgok, és akkor lett volna egy lehetőségem, hogy kimegyek Bristolba egy barátomhoz, és akkor ott át tudom venni az ő munkáját, ő fénymásoló volt, és akkor valahogy ugye akkor írtam meg a Feneked a gyengém című dalt, ami elég nagy siker lett akkoriban, és valahogy ez itt tartott. És az, hogy ez véletlene, én azt gondolom, talán nem. Talán inkább arra hajlok, hogy nem. Valahogy így alakult az életem, és így kellett ennek lennie. Egyszerűen. Meg a mázli, az csak esély. Hát, és te ezekkel éltél. Igen, de a mázli, szerintem a szerencse, szerintem ez pont olyan, hogy az embernek, a szerencse az egy érdekes dolog. Mert aki nem tesz érte, hogy szerencséje legyen, annak nem is lesz szerencséje, szerintem. Tehát, hogyha nem mész oda egy ajtóhoz, ami zárva van 100-szor, akkor érted? Tehát, hogy annak nyílik ki, aki oda megy 100-szor, és abban a 100-ból lehet, hogy egyszer kinyílik az ajtó, de hogyha csak egyszer mész oda, akkor nem biztos. Tehát, hogy tenni is kell szerintem a szerencséért, hogy a szerencsének nevezzük, de a legtöbb esetben kőkemény munka, meghajtás van mögötte, és akkor már nem is tudom, hogy mi volt a... Hát, hogy a véletlen vagy ezeket a sors... Én hiszem, hogy nem. Tehát én hiszek abban, hogy ennek valahogy így kell lennie. Így kellett lennie. Nekem itt volt dolgom, és ezt a halott pénz dolgot végig kell vinnem. Azt érzem, hogy ez a fő feladatom az életben. Így szakmai értelemben mindenképpen. Gondolkodsz-e azon? Szoktál-e? Szerintem teljesen terméketlen, de én szeretek játszani két pohár fröccs után. Ami lett volna, ha kérdésével? Mert sokszor látszólag nüanszoknak tűnik. Egy-egy sorsfordító pillanat bekövetkezte, vagy elmaradása. Hogy miképp alakult volna az életed, ha te kimész Amerikába teniszezni? Nincs akkor ez a lány. Hogy kimész fénymásolni Bristolba? Hát az biztos, hogyha a sportpálya, mert ugye ez egy sportösztöndíj volt, azt gondolom, hogy valószínű, hogy akkor ebben a sport dologban maradtam volna, valószínű ott megnősültem volna, valószínű, hogy én 80%-ra azt mondom, hogy akkor én valószínű, hogy Amerikába élek utána már, hogy ott maradtam volna. Ez a Bristol dolog, ez viszont más kérdés, mert ez azért ez egy, hogy mondjam, tehát egy amerikai egyetemre kimegy sportösztöndíjjal, azért annó azért az egy, hogy mondjam, benne van egy olyan potenciál, ami mondjuk a bristoli fénymásoló munkában nincs. Tehát oda kimentem volna, szerintem egy ideig ellettem volna, és utána valószínű, hogy szerintem hazajöttem volna. Lóbormánnyal. Igen, vagy egyszerűen csak lehet, hogy ez nekem az időszak arra kellett volna, hogy összeszedjem magamat, vagy átgondoljam az életemet, vagy egyszerűen motivációt gyűjtsek, vagy kiszelőztessem a fejemet. De szerintem valószínű hazajöttem volna. Tehát az nem annyira térített volna ki, szerintem. Viszont valahogy érdekes, hogy pont amikor egy escape gombot nyomtam volna, akkor futott be a Feneked a gyengém, ami gyakorlatilag az első halott pénz slágernek mondható, ilyen országosabb slágernek, és az elindított egy lehetőséget kaptam. És azt éreztem, hogy most rá kell nagyon mennem erre az egész dologra, mert ilyen lehetőségek ritkán vannak szerintem az életben. Egyet árulj még el, nagyon szeretsz tervezni. Úgy hírlik, hogy ha elmész egy étterembe, te előre kiválasztod az ételt. Nem ott nézed meg az étlapot. Ez nekem nagyon érdekes. Én sem vagyok a világ legsportálóbb ember, de ilyet tényleg nagyon hallottam. De ezt meg kell védenem magamat. Inkább azt mondanám, hogy megnézem az étlapot előtte már, mert én szeretem felépíteni, hogy mit eszek. Tehát, hogy szeretem felépíteni mondjuk az előétel, a főétel, desszertet kevésbé, inkább ilyen előétel, főétel, vagy mondjuk leves, ugye két-három kombinációban hogyan építem föl, és akkor mondjuk tudom azt, hogy ez azért jó, mert ehhez mondjuk fehérbort tudok inni, tehát hogy valahogy úgy elképzelem ezt az egész dolgot, felépítem, viszont azért, hogy ne tűnjek ilyen túl nagyon merev embernek, ami egyébként nem vagyok, de a hasamat nagyon szeretem, és nagyon szeretek jókat enni, és nagyon szeretem elkerülni ezt a szituációt, hogy egy étteremben nem jót választok, és azért így szoktam tervezni, viszont az aktuális, ha benn vagyok az étteremben, és a tervet felül tudom írni, az aktuális hangulatomnak, és
a pincérnek is köszönhetően. Tehát azért szoktam kérdezgetni, hogy akkor mit ajánl, ez jó választása, vagy mit mond, vagy hogyha van egy aktuális ajánlat, amit ugye a honlapon nem olvasol el, szóval túl sokat beszéltem erről, akkor az felül tudom írni, és rugalmas is tudok lenni, de szeretem megtervezni, igen, hogy mit fogok enni. Csak arra vonatkozott volna a kérdés, hogy mennyire előre látod magad, te, a nagy tervező? Hát most a jövő évet látom nagyon, tehát ez egy óriási feladat, ez a Puskás stadion. Hogyha egy pécsi szobából te meg tudod azt csinálni, hogy a Puskás arénába lépsz föl, vagy Puskás stadionba, akkor el tudom képzelni, hogy ezt egy rengeteg ember országszerte, vagy akár határon túl el tudják hinni maguknak, magukról, hogy ők is meg tudják csinálni. És szerintem a motiváció, az elérhetőség, az nagyon-nagyon fontos az életben, hogy ne azt lásd, hogy igen, Amerikában, New Yorkban, igen, hát ott megcsinálta, hanem lásd azt is, hogy egy pécsi kis csávó el tudja vinni odáig ezt a dolgot, hogy a Puskásban ott van akár 50 ezer ember, közel 50 ezer ember, és együtt éneklik a dalokat. Azt gondolom, hogy ez egy fontos feladatunk, hogy mutassunk egy olyan példát, hogy meg lehet csinálni. És talán a következő generáció, vagy akár a saját generációnkat is tudjuk úgy inspirálni, hogy igenis elérhetőek ezek az álmok. Pláne vörös hajjal indulva, komoly deficittel, mert hogy ezzel kezdtük. Igen, csak hogy legyen keretes szerkezet az interjúnak. Nagyon köszönöm, hogy köszönöm, voltam. Köszönöm szépen.